áprilisban ünnepelte a születésnapját, Bodrogi Gyula. Persze, pár igen. napja, így van. Talán mondhatjuk, hogy április 15-én, és talán mondhatjuk az évet is, hogy 88-a. Ha azt nem tudok, én ilyen évet nem. Azt tudom, 1934-ben születtem. Akit érdekel, a számoljon utána. Borzasztó szám jön ki. Egy szó, mint száz, köszöntjük a stúdióban Bodrogi Gyulát, számos díjjal kitüntetett színészt, rendezőt, szinkronszínészt, de nem csak a születésnapja a találkozásunk apropója, hanem hogy pont a beszélgetésünk napján neveznek el a Feneketlen tó mellett egy emlékparkot Töröcsik Mariról. És a harmadik, apropó pedig az, hogy megválasztották az új budai tanácsadó testület tagjává. Na hát ennyi mindent nem is tudunk megbeszélni, elfelejtettem már az elejét. Akkor kezdjük nem baj, az elején. Nem maradjunk ott, hogy... Isten éltesse. Hogy, jó, köszönöm Isten éltesse. Szépen. Hogy van? Jó, hát tulajdonképpen lehet, hogy szégyen, mert ennyi idős korban már illik azért egy kicsit rosszabbul lenni. De hát én azt kértem a jó Istentől, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. De addig, ha lehet, éljek. És eddig még a Jóisten megadta ezt a lehetőséget. Hát nem csak, hogy él, hanem hogy nagyon aktív életet él. Amikor hát az megbeszéltük a beszélgetést, akkor is hát hosszasan kellett szinte egyeztetni, igen. Mert hogy rendezvényről rendezvényre jár. Hát innen megyek a Mari táblát. Van. Hát Mari, ő is az életem egy része. Hogy van? A szakmám egy része. A fiatalságom egy része, és az emberek, és ez egy olyan tábla, ezt majd ott, hogyha megyünk a tábla, az el is akarom mondani, ez egy olyan tábla, hogyha mondjuk jön majd egy család, és azt mondja a gyerek, hogy az meg milyen tábla? Senki nem fogja azt mondani, hogy mit tudom én. Az biztos. És sokat dolgozik? Hát amennyit lehet, de nagyon rendesen, a Nemzeti Színházban is nagyon rendesen úgy csinálják, hogy azért az öregnek legyen munkája, de azért ne hajszoljuk túl. Szóval nagyon rendesek az emberek körülöttem. Hát akkor ezt mondhatjuk, hogy az elmúlt 70 év munkával telt, és munkával telik még most hát is. Hát várjál, számoljuk ki, nem olyan nagy, 51-ben lettem hivatásos táncos. Igen. És onnantól kezdve mindig, mert ugye 3 évig táncoltam. Néptáncosként. Utána 4 évig főiskola, és azóta színet 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121. Egyszer összeírta egyébként a szerepeit, hogyha jól tudom, és 530 oldalra jött. Azt nem én írta, azt a Fodor Imre írta össze, de azok csak a televíziós szerep. Tehát csak azok a műsorok, amiben benne voltam, akár egy versen, akár egy... Tehát amiben benne volt, 530 oldal lett ilyen A4-esen, ahol egy oldalon 2 műsor volt. És nagyon gyakran összemosódott, vagy összefolyt a munkássága a magánéletével? Hát én nekem az az érzésem, most lehet, hogy szerénynek, vagy lehet, hogy nagyképnek, nekem egy is ugyanaz volt mindig a magánéletem, tehát a színház is a magánéletem volt, a televízió is a magánéletem volt, a filmgyár is, a szinkron is. Nem mondtam, hogy na mostantól aztán magánélet ilyen nem volt. Azért is kérdeztem ezt, mert ugye 2 felesége is színésznő, kollega volt, Töröcsik Mari, ugye, és volt Ágnes, és igen. Most is egy csodálatos asszonnyal lakik. A Töröcsik Marinál maradva, csak ugye, igen, tényleg most... nagyon-nagyon fontos napon vagyunk ma az emlékpark elnevezése, igen, kapcsán. Ő itt lakott a Vincellér utcában. Tartották a kapcsolatot? Igen. Én tudom, hogy oda jártam, ahol ő neki házuk volt a Pár Gyulában. Az a Kökörcsin utca is ott van valahol, mert az Ádám fiamnak onnan vittem anyatejet. Mert ott volt, és kellett pótolni a Áginak,
és oda jártam naponta. Úgyhogy találkoztam már olyan hölgyel, aki azt mondta, hogy mi rokonok vagyunk, hogy, milyen a... Hát a fián kedve, hogy, mert az én tejemet vitte magad. Tehát akkor a magánélet és a színház az összefonódott, illetve nem is összefonódott, hanem egynek tekinthettük. Meg a nem színház, az a magánélet. És ahogy ugye említette, táncosként kezdte a pályáját, aztán jöttek a színház, a főiskola, főiskolán tanított is, így van, főiskolán tanított is. Na hát az jóval később. De így van, nem? Így van. Csak így most így ömlesztve mondjuk, tehát igen. Filmszerepek, színházi szerepek, szinkron szerepek. Szinkron, nagyon szerettem. Hát nem beszélve, hogy ilyen idős emberek jönnek, és azt mondják, hogy Gyula bácsi, magán nőttem fel. Ez így van, szerintem itt mindenki a stúdióban. Mert a sárkány. És csőrmester. És? Csőrmester. Hát a csőrbe, na meg még mondjuk meg. Így van. Na és a süsüre térjünk akkor vissza. Süsü az a Csukás Pista, az egy csoda. Ebben volt, mindenki volt, szörnyű. Szörnyű, hogy hány ember neve mellé kell oda tennem, hogy volt. Olyanok, akiket nem tudom elfogadni, hogy volt. Hogy csak volt. Hogy elmentek már? Mert mi az, hogy én nem tudom a Stankait főrni, a Darvas Ivánt, a Sinkovics Imrét, az lehetetlen. A kapcsolatuk akkor így a búcsúzás után, vagy a búcsú nélkül még fönn tartható? Tehát beszélget velük? Vagy hogyan emlékezik vissza ezekre a legendákra? Egyszerűen úgy, hogy le kell magamat inteni, hogy hát vicceljet, nincs Galas Dezső, hol van. Hiányoznak? Rettenetes. Ugye az egy boldogság, meg öröm, mert én nagyon szeretek élni, hogy én élek. Csak eszméletlenül hiányoznak. Valahogy az életemhez hozzátartozott, hogy ők, mitől a Stankai Pista az alattam járt egy évvel a főiskolára. A Galas Dezső fölöttem járt egy év. És megnézek ilyen filmet, amit most mondjuk leadnak egy régebbi filmet, 30 közül egy, aki még megvan. A mindennapokban is találkoztak? Hát hogyne, hát mindenütt együtt voltunk, együtt szinkron, együtt rádióztunk, együtt filmeztünk, együtt színházasztunk. Sőt, voltak, hogy összejöttünk együtt, akkor volt azelőtt, volt a Fészek Klub, most már nincs. Fészeklubban szinte előadás után mindig ott. És már mostanában egy kicsit ez széjjel is esett, van, nincs meg ez a egymásba kapaszkodásos dolog. Hát ez nyilván azért a Covid miatt is történt. Hogyan bírta az otthon létet? A Covid már csak egy ilyen utolsó egy-két év. Úgyhogy ez a Covid, ez egy szörnyű helyzet volt, de innen nézve már olyan, mintha egy pillanat lett volna. Egy ronda, rossz, vacak nap. Pedig mit tudom én, majdnem egy másfél évig, vagy meddig ültünk otthon. Aminek az eleje nem is volt rossz. Mert? Egy csomó olyan dolgot, amit az embernek otthon meg kellene csinálni, de mindig azt mondja, hogy na majd ezt majd. Na mindig ezt majd, most nem tudom, majd hol. Ezeket egy kis rendcsinálás, egy kicsit az író azt, hogy Jézusom, hát ez is megvan. Olyan dolgok, amiről már azt hittem, hogy elveszett. És körülbelül két hónap után iszonyat. Jönni, mind a börtön. Na most akkor olvasni, na de kényszerből olvasni, hát az. Már régen volt, amikor a kötelező olvasmány gyorsan még el kellett olvasni. Szóval az, de innen nézve már olyan, mint egy pillanat.
És mi hiányzik a legjobban? Például, hogyha vesszük a szerepeit, nagyon-nagyon sok területen ön megfordult. Volt kedvence? Van, ami most nagyon-nagyon hiányzik? Ezt nem akarják nekem elni, azt hiszik, hogy csak a jó fogalmazásért mondom. Nekem mindig az a legkedvesebb szerepem, amit éppen játszom. Legyen szó színházról, filmről, színházról, szinkron? Filmről. Ha nem kedvenc, vagyis nem érzem benne, azt úgy felejti el a fejem, mintha nem lett volna. Azt teljesen ki tudja törölni, ha valami olyanba csúszok bele, ahol vagy valaki, vagy valami miatt nem. Az teljes mértékben kitörlődik a fejemben. Azok is esetleg, amelyek mondjuk a közönség kedvencei, például a Süsü, tehát ugye Süsü hát és Bodrogi Gyula. Ilyen kedvencféle dolgok vannak, például. Hát az egyik legkedvesebb filmem, hogyha ilyen, csak a legkedvesebb nincs. Az egyik legkedvesebb mondjuk a Hattyúdal. Így van, 1960-as évekből. 64-65. Igen, igen, nem, valahogy úgy. Na de az például egy ilyen azért kedvenc, mert meg tudom nézni. És mikor nézem, akkor elfelejtem, hogy én szerepelek benne, hanem nézem én is. És ezek a jók. Ha valamiben szerepelek, és nem jó, nem bírálatom van vele szembe, az törli az agyam szerencsére. A színészeten belül is sok fajta szerepet játszott. Úgy értem, hogy karakterszínészként indult, igen. És aztán utána jöttek a komolyabb szerepek. Nehéz volt átállni? Én nem is hiszem, hogy át kellett, de azt szoktam mondani, hogy minden szerepbe, minden mondatba, hogyha fiatalokkal beszélgetek, egyszerűen bele kell halni. Oh. Az nincs olyan, hogy vicces szerepet, viccesen kell játszani, mert attól nem lesz vicces. Tehát csak feledhetetlen színész? Az a közönség számára. Nekem úgy kell játszani azt, ugyanúgy, mint egy tragédiát. Ha megfigyeli a tévén a műsorokat, amikor a színészek valamilyen rossz rendezői utasítás miatt eljátsszák azt, amit a közönségnek kellene érezni. Tehát amikor nézi a közönség, akkor az jaj. Most ezt úgy játssza el, hogy és én attól kiütést kapok, ha ilyet látok, nem beszélve arról, hogy nem lehet követni, hogyha nem őszinte, ha nem azt mondja, ha én nem hiszem el, hogy én vagyok a Süsü, a sárkány, akkor nem tudok, nem tud fájni a szívem a kis királyfiért. Ha jól értem, akkor az azonosulásom áll és bukik a dolog, az, hogy valaki jó színész lesz? Odáig kell gyakorolni, amíg az ember azt nem hiszi, hogy igen, az én vagyok. És hogyha ezt egy író írta ezt a szerepet, igen, azt nekem írta, és rólam írta. Ha ezt el tudom magammal hitetni, nem biztos, hogy mitől milyen jó leszek, de már el lehet hinni. És ki a jó rendező? A jó rendező az az, aki arra biztatja a színészt, hogy legyen nagyon olyan, amilyennek a szerepet ők ketten elképzelik. Az a jó rendező, akit végignézem a műsort, vagy a filmet, vagy és csak a legvégén, mikor megyek hazafelé, hogyha színház vagy, hogy de jó, te kirendezte ezt. De hogyha beülök a színházba, fölmegy a függöny, és azt mondja, jaj, ezt már tudom, ezt a X rendezte, az nem jó. Sőt, ha előadás közben egy-egy jelenet után szól, egy-egy, ezt így, már lát, jaj. Akkor az örökös megújulásra szükség van? A rendezőnek nem szabad látszani. Csak annak, amit
nézek, annak a műsornak, vagy színdarabnak, vagy filmnek, ha a rendező például ott van a körinte, hogy a pari, vagy, ott nem látszik, amikor fölmegy a függöny, nem látszik az, hogy egy igazi polgári, városi ember egy mindenféle mással, festészettel ügyebe foglalkozó ember rendezte a filmet. Viszont mikor a mozi után megy hazafelé, ez nagyon jó volt, ki rendezte ezt? Szóval várj, megnézem. Ez így lehet körülbelül a jó rendezőt. És a közönség számára, mert ugye ő nyilván szakmai szemmel is nézi, a közönség számára hogyan tud egy rendező, egy színész olyan kapcsolatot teremteni, hogy átmegy az üzenet? A legeslegfontosabb azt tudni kötelezően, hogy mi a színházat, a filmet, a szinkront, a bábját a közönségnek. Mert az a színház, amit egyik rendező a másik rendezőnek csinál, hogy én például a harmadik Riárdot így képzelem el, annak nincs értelme. Kell folyamatosan üzenni a közönségnek? Van nem, egy olyan... a közönségnek szórakozást kell nyújtani. A Rómeó és Júlia ugyanolyan szórakoztató, mint a kaktuszvirága. Ha nem szórakoztat engem egy tragédia, vagy egy komédia, vagy egy színmű. Ha nem szórakoztat, akkor értelmetlen. Ugyanis a néző bejön a nézőtérre, és az ajtóba, mikor jön be, ő még nem tudja, hogy elhatározza, hogy ami a színpadon fog történni, azt én mindent el fogok hinni. Na most, ha én őt kivettem ebből, a szándékából, és olyanokat csinálok a színpadon, mit mond anyu? Most ez kinek a fia? Ez. Az, ha így, és ha valaki így csinál, akkor az, hogy jaj, pontosan tudja a feje, hogy nem fogja leszúrni. De az a jó, amikor ja, csak már jönni kéne a felmentőnek. Volt Nyílt színi tapsban része. Ja, nagyon fontos. Nagyon fontos. A közönség, így szoktatták meg századokon keresztül, hogy amikor megköszöni az előadást a színészeknek, akkor így csinál. Ez valószínűleg abból adódik, hogy a kisgyerek is, amikor örül van, amikor is. És tehát az a fajta ilyen kitaláció, hogy ne tapsoljon a néző, ne nevessen a néző. Ezek tulajdonképpen irigységből adódnak, mert ha neki tapsolok, akkor nekem miért nem? Akkor inkább neki se tapsoljanak. Változott valamit a magyar közönség? Most színházra lehet gondolni talán, mert ott van meg az azonnali visszacsatolás. Azért kérdezem csak, mert nekem nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy mintha a hazai közönségnek kötelező lenne tapsolni. Még akkor is, hogyha látunk egy nem jó darabot. Az egy másik fajta helyzet, amikor direkt a tévé szoktatta rá az embereket, hogy nem igazi közönség előtt igazi játék, hanem van egy ilyen... Műtaps. Ha-ha-ha, és ott megy az, és akkor ő meg dirigálja, ez a hangulatcsináló. Ez valahonnan ezt vettük, és ha jól van csinálva, tehát ha mindig akkora a reagálás, amekkora éppen odavaló, akkor nem baj, mert az benne van. A közönség ugyanis szereplője a játéknak. Csak nem kap forgatókönyvet előre, de szereplője. Tehát ő neki az, hogy ha-ha-ha, az minden este ugyanúgy ugyanott produkálja. Meg hogy az izgalom,
megtörli a szemén a könnyet. Ez mind benne van az előadásban, ez hozzátartozik. A közönség szereplője. Mi játszunk neki, vele. Ez a játék, attól színház a színház. És ha már nem színház, milyen érzés egy új műfajban, egy napi sorozatban játszani? Ugye itt a Dr. Balatonról van szó. Hát most éppen néztem tegnap, meg tegnap előtt, már még nem. Azt mondták, hogy ez valami 60 részes dolog. Hát még majd aztán ez csupa expozíció lehet, mert én már benne vagyok a darabban majd valahol, de egyelőre még én nem látom. Szerepelni meg végül is olyan, mintha azt a jelenetet, amit éppen azt. Én azt szoktam mondani, hogy a színház az a színészi és a közönségi, a film az a rendezői. Ugyanis, ha nekem azt mondom most, mosolyogjon, és ide bevágok a következő egy ilyen kis pufó kutyát, akkor azt hiszik, hogy maga azon a kutyán mosolygott, hogy az milyen aranyos. Vagy azt mondom, hogy csinálj így, és jön mögött, tudom én, egy fehér lepedőbe a szellem, akkor tehát a rendező bármit tud csinálni. Most nem akarom magunkat nagyon becsmérelni, de a Csita, a régi Tarzan filmek egyik szereplője, egy majom, de remekül játszott. Ettől függetlenül azért vannak óriás filmszínészek, csak mondom, hogy az rendező, az lesz a kutya történet. Hát mikor jött haza végre nagy nehezen, így jöttek a könnyei. Olyan jól játszott a kutya. Beszélgettünk az elején ugye arról is, hogy megválasztották a most alakuló Új Buda tanácsadó testületnek a tagjává. Nagyon nagy nevekkel ül egy grémiumban Bernárd János, Farkas Csaba, Kürti Sándor, nem tudom most éppen felsorolni. És csupa akkora fej, alig fért el a szobámban, mikor volt az alakuló. Tényleg nagyon tisztelem őket. És ez, ha a tanácsok, ugye ez egy ilyen tanácsadó testület. Politikamentes, konszenzuson alapuló, politikamentes tanácsadó testület. Abban az esetben, hogyha ennek a testületnek a mondásait az Imrék meg is fogadják, akkor ez egy csoda. Ha ez csak egy László társaság, Imréről beszélünk, ugye a polgármester úrról. Ha csak azért, mert ez így illik, akkor ugyanolyan fölösleges, mint mondjuk ez a választás, amit most lezajlott, hogy volt egy nagy küzdelem, és a küzdelem végén az egyik nyert, és a másik vesztett. Na most itt, ha komolyan veszek, mondjuk legalább komolyan, mint egy profi boxmérkőzést, szétverik egymást, és addig teljes eredben is ott, és a végén egyiknek fölemelik a kezét, másiknak nem. És a két boxoló, majd figyelje meg, megöleli egymást. Mert a box a fontos. Most megnézem a tévét, és lement a választás, mintha mi se történt volna. Ahelyett, hogy gratulálnának egymásnak, ahelyett, még majd én megmutatom. Akkor na, ennyit politizálok, többet nem, csak ezt mondom, hogy a testületnek, hogyha tényleg az van, hogy most mit csináljunk, hogy itt ennyi pénz van erre, ennyi erre, vajon melyik lehet a fontosabb, és hogy ez 5 emelet legyen, vagy egy pince, vagy hogy ez az iskola, vagy az a tanár, vagy azok a tanárok, vagy az egészségügyek, ez egy döntő dolog egy ilyen kerületben. Van esetleg konkrét javaslata? Nincs, mert nem ismerem még a
nem ismerem még, hogy mit hogyan akarnak csinálni. Én akkor szoktam nem beleszólni, de úgy gondolni valamire, hogyha olvasom, és azt mondom, hogy talán ezt egyszerűbben is meg lehetne oldani, vagy ehhez még jó lenne, hogyha ez hozzájárulna. Majd amikor ez a Karinthy színház, mert ugye ez az kerület színház, a drága Karinthy is rá, Marci, az egyedülálló dolgot hozott létre, és vigyázni kéne rá, hogy akkor az ne menjen veszendőbe. Ott nyilvánvaló, majd lesz valamiféle kis úgynevezett állami támogatás, vagy valami, hát, mert azt, amit a Marci csinált, azt más nem tudja átvenni, át lehet venni, és azt, hogy én vagyok az is. De amit ő megtett azért, hogy abból valóban színház legyen, egyedül, tényleg egyedül, azt azért egy kicsit meg kell majd segíteni. Hát akkor ez már is egy javaslat. Hát azért mondom, csak így elmunkázom, hogy ne tűnjön javaslatnak, mindenkinek jusson eszébe magától. Hát ha már móka a hobbi, arról is beszélgessünk egy picit, ugye ön szenvedélyes vadász és szenvedélyes igen. Szakács, összefügg a kettő? Hát összefügg, könyve is megjelent. A szakácsatból, ami azt illeti, abból már otthon ki vagyok tiltva, mert rendetlen vagyok. És ez igaz. Tehát jogos kitiltásba veszek részt. Rendetlen. Igen, mert én nem veszem, hogy Angela nagyon jól főz. Tehát mindegy, kicsit fölöslegesé vált az én szakács szenvedélye. A vadászatja most kezdődött a születésnapomon, kezdődött, mert addig szünet volt a vadászati szünet. Igen. És 15-én a Covid miatt. Az őszbak. A szezonos elejtezés megindulta. Hát a vadászatról ugye még mindig nagyon kettős a megítélés, hiszen azt gondolják, hogy a vadász az lő, aztán szegény Bambi, puff, eldől. Igen. De nem erről szól, és ön ezt hát nagyon az, masszívan hangoztatja. Széchenyi Zsigmond mondta, hogy a vadászat az vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás. És ezt nem szabad elfelejteni, és azt sem szabad elfelejteni. Senkit nem győzök meg, nem is akarok meggyőzni senkit. De csak ott van vad, ahol a vadászok vigyáznak, ahol a vadászok nem vigyáznak rá. Ott az emberek valamilyen oknál fogva, félelemből, vagy irítségből, vagy kiírtják, ami ott van, vagy elűzik onnan. És ott nincs vad, nincs vadkár, nincs. Tehát arról van szó, hogy vadászat kontra orvadászat? Az orvadászat az mindig lesz, az természetes. De a rendes vadászat, azt hiszem Afrikának egy részén volt az, hogy betiltották, hogy ne legyen vadászat, meg mit tudom, 3 év alatt eltűnt a vad. És aztán rájöttek, hogy ez Afrikát föntartó valami, ez egy külön foglalkozási ág, és akkor több év alatt lassan-lassan visszakerültek a vadak a helyükre. Tehát ez úgy van, hogy meggyőzni senkit nem szabad, mert a vadászat az együtt van az emberiséggel. Amióta ember él a Földön, azóta van vadászat. Jó, hogy néha egyik-másik ember, mint a tehenek, legel inkább, mint hogy húst teszik, mert annyira ellene van. De ez egy nagyon kicsi hányad. Szóval lehetnek attól még rendes emberek, hogy ez hát észrevétlenül is vadászik, mindenki nem tudja, hogy vadászik, csak megeszi a csirkecombot. Azt a csirkét is valahogy levadászta valaki, csak azt hentesnek nevezik, hát meg vadásznak. Szóval azért az is benne van a pakliban, hogy egy vadászatot követhet egy jó lakoma. Hát minden benne van. Mi a van. Kedvence? És az, hogy elmegy 10 ember egy ilyen nagy kirándulásra, és abból 2 vadász lesz, a többi 8 meg azt mondja, hogy a rohadt vadászok, megölik azt a szerencs.
hogy elmondjak egy történetet. Most voltam legutóbb vadászni. Fönnültem a lesem. És nem jött semmi, nem jött semmi, nem jött semmi. A kísérő ott volt mellettem. Ez csak azt mondta, hogy ott van. És éppen ilyen selejtezés volt, csúta selejtezés volt. És itt szépen beálltok gyönyörűen, ahogy fogta a puskát. És a képben volt egy ősz suta, egy lány suta, és egy gida. És az orruk így majdnem összeért. És ezt nem tudtam megmozdítani. És sokkal több vadszerető vadász van, mint ember szerető ember. Ez való igaz. Az ember szeretetről önök egy nagyon összetartó család, gyerekek, unoka, és hogyha már unokánál tartunk, ugye Enikő unokájával nem olyan régen együtt is szerepelt. Hogyne, a Mága Zolinak van egy ilyen műsora, ilyen koncert, Mága koncert, és abba szerepeltünk, úgyhogy külön Enikő, én is külön magam részt, és mielőtt elindultunk hazafelé, a Zoli odajött az autó, és azt mondta Enikőnek, hogy nagyon tetszett, amit csinált, én szeretnélek többször felhívni. Nem tudom, hogy Enikő mit érzett, én olyan büszke voltam. De én elfogult vagyok. Mi teszi önt a legboldogabbá? De nehéz kérdés. Minden. Minden, amit megértek, minden, amit megélek. Meg egyáltalán, hogy élek, azért az azért egy elég komoly boldog. Én bevallom, őszintén tudom, hogy ez nem elég dekadens, nem elég művészi, de én nagyon szeretek élni. Születésnapja alkalmából engedje meg, hogy az Új Buda kerület, illetve a stúdió nevében megköszöntsük, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánjuk nagyon önnek. Nagyon szépen köszönöm. És milyen virágok ez? Ez egy gyönyörű tavaszi csokor. Hát reméljük, hogy olyan gyönyörű, mint a művirágok lennének. Minden jót kívánunk még egyszer, és köszönöm szépen a nézők figyelmét is. Én megköszönöm a meghívást.